Mi történt pontosan ezen a napon, vagy ezen a beszélgetésen? Mi az, ami megtörtént, és mi az, ami nem? Mert ugye itt különböző információk hangzottak el. Hát én már többször lenyilatkoztam, hogy egyébként amit én ott olyat mondtam, ami kimerítheti a törvényesség határait, azt én vállalom. Azért büntessenek meg. Tehát ezt én többször le is nyilatkoztam, és ezt így is gondolom. És egészen elképesztőnek tartom, hogy utána az egész, a magyar sajtónak a jelentős hányada, főleg ugye a kormányhoz köthető sajtótermékek, azok mint egy ilyen parancsra, ilyen szőnyegbombázást hajtanak végre, bemondásra. Tehát Varga P. Tamás bemondja, hogy itt elhangzott, hogy büdös zsidó, kiírtom a családodat, a feleségedet, a gyerekedet, stb. És ezt így bemondja. Először arról van szó, hogy van hangfelvétel, aztán utána most már nincsen. Tehát nem lehet, ugye, tehát az átlagembernek nem lehet ebből erről ugye információt szerezni, hogy most akkor ott valójában mi hangzott el, csak az egész sajtó tele van fújva, hogy Varga P. Tamás ezt mondta, ez bemondásra mindenki elhiszi, egyébként amúgy, sőt nem az, hogy elhiszi, hanem ezt ugye a sajtótermékek le is írják tényként, ami ugye nyilván majd meg kell tenni a szükséges jogi lépéseket, mert ez is egészen elképesztő, hogy ezt tényként közlik, és közben én meg lenyilatkozom, hogy igen, elismerem, voltak a beszélgetésnek olyan részei, amit nyilván egyébként amúgy ítéljenek el érte, elítélhető módon ezt és ezt mondtam. Például, hogy ne aludjál otthon, igen, valószínű törvénytelen, büntessenek meg érte. Uh-huh. Igen, és utána elmondom azt is, hogy a zsidó szó az, úgy hangzott, hogy ez a zsidó tempó itt nem megy, és egy feszült, nyilván feszült állapotban ezt mondtam. Igen, elismertem erre, mondjuk az origo.hu, nem azt mondja, hogy ez hangzott el, hanem fogja és kiegészíti a Varga B. hazugságait, hogy igen, a kiürtjük a családot büdös zsidó mellé, hogy azt is mondta, hogy zsidó tempó. Hát egészen elképesztő. Egészen elképesztő. Úgyhogy, hogyha a hangfelvétel nyilvánosságra kerül, remélhetőleg a szolgáltató majd ki fogja adni, mert mindent meg fogok tenni. Tehát, hogy azt, ha ki tudom kérni, akkor kikérem, hogyha a büntető eljárásban fog előkerülni, akkor ott. Ki fog derülni, hogy ezek, amiket a Varga beállít, azok abban a formában nem hangzottak el. Uh-huh. És azért nem mindegy, hogy mondjuk mit mondtam, tehát nem mindegy egyébként. Uh-huh. Értem. Az a kérdésem még, hogy viszonylag, vagy azt relatíve kevés olyan dolog van, amivel kapcsolatban mondjuk egy miniszterelnök megszólal. Orbán Viktor utasította a belügyminisztert, illetve Pintér Sándort, hogy... akitől egyébként amúgy ugye úgy van felépítve, hogy az egész országnak félni kell. És most akkor felszorom a kérdés, hogy akkor most kinek kell rettegnie. Uh-huh. Tehát Varga B. Tamásnak, vagy nekem? Tehát amikor mondjuk a miniszterelnök rámozdítja mondjuk Pintér Sándort. Tehát egészen elképesztő úgy, hogy nem engedi meg neki ezt a törvény, hanem ezt teljességgel tiltja, tehát ez törvénytelen, és mondom, több jogász szerint ez a hivatali visszaélés bűncselekményét kimeríti. Uh-huh. Ezért menjek el most például az ügyészségre, és feljelentem Orbán Viktort hivatali visszaélés bűncselekményéért. Értem. Ki valójában Varga B. Tamás? Hát ezt jó lenne megtudni, mert az elmúlt években mindenhol feltűnt, mert az RTL Klubtól a radikális oldalig, most éppen a Fidesz zsoldjába szegődött. Teljesen érdekes, hogy egyébként a miniszterelnök által emlegetett antiszemitizmus ellen is zéró tolerancia ugye az ő esetében nem működik, mert ugye nagyon súlyos antiszemita kérdéseket az elmúlt években nyilvánosan uszító kérdéseket, amit egyébként amúgy ezek szerint a miniszterelnök nem tart problémásnak. Milyen úszító? Utána kell járni, tehát az újságírók járjanak utána, hát márosodban tegnap egy Magyar Nemzet cikkben is az előkerült, olvastam, tehát Polgár Juditot cionista zsidózza, hogy ne kapjon Szent István rendet, mert nem érdemli meg, mert zsidó. Tehát egészen elképesztő, hogy itt nem működik az zéró tolerancia, tehát az ő emberüknél nem működik, tehát ha egy magánbeszélgetésben elhangzik az a szó, hogy zsidó, akkor le kell vadáztatni Pintér Sándorral. Egészen elképesztő. Tehát úgy, hogy közben mondom, tehát ez, hogy Belorussziába, Lukasenko államába, ott
egy konkrét nyomozati eljárásba. Itt ez Magyarországon hogy? Egészen elképesztőnek tartom. Úgyhogy közben van, ezt a törvény tiltja, és illetve egy elindult eljárás van már, tehát egészen elképesztő. Uh-huh.